Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Gyurica László, akit úgy fog bemutatni, mint Kerepes polgármestere, de ennél majd sokkal több úgyis látják a hallgatók. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatók. Mert hogy az történt, hogy néhány héttel ezelőtt az egyik műsorban beszélgettünk arról, hogy különböző vendégeinkkel is, meg híreket elemezve is, hogy hát itt a háború kellős közepén, energiaválság kellős közepén mit lehet tenni túlélés tekintetében. És akkor jeleztem a hallgatóknak, hogy ajánljanak olyan szakembereket, akik ebben a témában jártasak, és többen is önt ajánlották. Úgyhogy mondtam a szerkesztőnknek, Tóth Szente Lilinek, hogy keresse meg önt. Lili megjelezte, hogy közben ön időközben Kerepes polgármestere lett. Én megmondtam, hogy hát akkor tudom, hogy kiről van szó, mert hogy pont a napokban zajlott egy botránya a kerepesi Hév megállóban, ahol egy férfi nagyon undorító dolgokat végzett, amit most itt nem fogunk részletezni, és akkor ön jelezte, hogy ha nem jelentkezik a rendőrségnél, akkor közzéteszi a felvételt. Nem jelentkezett, úgyhogy közzétette a felvételt, majd egyébként a férfit elkapták. Úgyhogy talán egy kicsit beszéljünk a jelenlegi munkásságáról, és akkor majd rátérünk a túlélési technikákra is, de hogy ugye ön azért soha nem volt ilyen rendszerbe illeszthető ember, vagy ilyen tipikus polgármester, vagy tipikus politikus, de hogyan döntötte el azt, hogy Kerepes polgármestere lesz? Egy 20 éves karriert adtam fel ezért a munkáért. Korábban a Nokia-nak a regionális biztonságigazgatója voltam, és gyakorlatilag a karrieremnek a csúcsán ért ez a felkérés a Fidesz-KDNP részéről, hogy a 19-es önkormányzati választásokon induljak el polgármesterként. Se anyagilag, se megbecsülésileg nem voltak hiányosságaim, tehát nem kellett nekem ebben muszájból belevágnom, de úgy gondoltam, hogy ha már hobbi tekintetében ki tudtam nyílni egy olyan szintre, ami országos szinten akkoriban talán a elsők között voltam, mondhatom, hogy munka tekintetében a semmiből fel tudtam építeni egy olyan karriert, ami önmagáért beszélt, akkor talán ez lehet az életemnek a korona gyémántja, és most ma holnap 50 évesen, ugye akkor még 47 voltam, talán tudok olyat művelni, olyat tenni a közérdekében, ami igazán büszke lehetek, amikor becsukom ezt a könyvet. Sokan arra is felkapták a fejüket, hogy a Fidesz-KDNP jelöltje volt, hiszen korábban inkább a Fidesztől egy kicsit talán még jobbra helyezkedett el, vagy inkább olyan szereplőkkel láthattunk közös videókat. Az egyértelmű volt, hogy Fidesz-KDNP? Egyértelmű. Más pártnak a felkérését nem fogadtam volna. Az, hogy én, mint önálló entitás, milyen emberekkel barátkozom, és egyébként milyen embereket tartok értékes embereknek, úgy gondolom, hogy mint önálló entitás vindikálhattam magamnak azt a jogot, hogy én döntsem el, hogy számomra kik az értékes emberek, és kikkel barátkozom. Ez abszolút összeegyeztethető volt akkori munkámmal. Mondhatom azt, hogy a szó lehető legpozitívabb értelmébe vett liberális cégnél dolgoztam, a Nokia-nál, ahol tényleg nagyon fontos volt az emberi értékeknek a elismerése, tiszteletben tartása. Ezek az emberek, akikre ön utalt, ezeknek az emberek kvázi, ahogy nézzük, árnyéka, soha nem volt semmilyen negatív hatással rám egy olyan közegben, ami azért nem egy erősen jobboldali közeg, és ezt mind a mai napig köszönöm, és örülök neki, hogy így álltak hozzám. Ők sem kapták fel a fejüket arra, hogy a Fidesz, hiszen azért a betyársereg, akikkel például jobban volt, elég komoly kritikákat szokott megfogalmazni a Fidesz-szel kapcsolatban is. Én egy túlélés oktató voltam, egy bűzött műves oktató voltam, és nem vállaltam semmiféle politikai szerepet. Az, hogy akár a betyársereg vagy más szervezetek megkértek engem arra, hogy előadást, oktatást tartsak nekik, ez úgy gondolom, hogy semmiféle szégyelnivaló nincs benne. Ez alatt a 15 év alatt több mint 2-3 ezer embernek tartottam előadást, oktatást, és ebben én semmiféle szégyenivalót nem látok. Az, hogy most a politikai pályámon persze ezeket a múltbeli oktatásokat, előadásokat előveszik, hát persze ez a politika ezzel jár, de hát
Voltam én hídgyülekezetének a rendezvényén is annak idején, tehát én egyiket sem másikra sem szégyellem, viszont egy karcosan konzervatív keresztény jobboldali embernek tartom magam, és a politikai irányvonal tekintetében már igen hosszú ideje a Fidesznek a vonalával, mainstream vonalával tudok azonosulni. Amikor készült arra, hogy ha esetleg megnyeri, akkor polgármester lesz, akkor ilyennek képzelte, mint amilyen lett ugye, a feladatok tekintetében? Hát nagyon nem. Nagyon nem. Én máshoz értettem. Teljesen más területen futottam be, mint mondtam, karriert. Az, hogy belecsöppentem egy világba, ahol nyilván szükségem lett volna némi támogatásra, segítségre, politikai segítségre, ez sajnos elmaradt, úgyhogy óhatatlan, ahogy tapogatóztam a sötét szobába, a könyökömmel egy-egy vázát, ahogy mondani szokták, leütöttem, de hát érdekes kihívások, érdekes feladatok, viszont a Covid, a háború pont egy olyan időszakra tette az én polgármesterségemet, ami egy nagyon-nagyon nehéz időszak az ország, és talán a világ szempontjából, így nagyon nehéz önmegvalósítani. A idegen tűz, a baráti tűz között lavírozgatva megtalálni azt, hogy a város azért mégis fejlődjön, próbálom kiharcolni, hogy rend legyen a városban, tisztaság legyen a városban, ez egy nehéz feladat. Ez a mostani hévmegállós akció ugye sokaknak felkeltette az érdeklődését, már csak azért is, mert ez egy bátor akció volt, illetve talán tabu döntögető is. Mennyire cselekedett ösztönből, vagy mennyire terveztel ilyen kommunikációs tanácsadók segítségével, most akkor ezt fogjuk csinálni, és akkor betörünk a médiába, és átlépjük az inger küszöböt? Nincsen kommunikációs tanácsadóm, amit én a médiában vagy illetve az interneten produkálok, az a saját kútfőmből történik. Hát ez úgy nehéz, mert olyan dolgokról kellene beszéljek most őszintén, amit hogy nem szeretnék, mert a rendőrséggel való együttműködést kellene feszegetnem, illetve azt... Ezzel azt mondja, hogy a közbiztonság nem megfelelő kerepesen, és nem feltétlenül az önkormányzat, hanem inkább a rendőrség miatt? Hát a közbiztonságnak a fenntartása az mindenféleképpen a rendőrségnek a feladata országos szinten. Az, hogy mennyire megfelelő, és én inkább egy országos jelenségre próbálnék utalni, tehát ez tény, hogy Magyarországon sajnos rendőrhiány van, ha elismerik a mainstream médiában, ha nem, ez sajnos egy tény. És ebből fakad, hogyha van egy rendőrhiány, akkor a meglévő járőrállomány az jelentősen túl van terhelve, ők a munkájukat úgy tudják ellátni, hogy az adott szolgálati időn belül van egy véges kapacitásuk, és hát illetve a létszám tekintetében, hogy mennyire tudnak megelőzni, ezt szerintem egy ország látja, hogy már egyre kevésbé tudják megelőzni a bűncselekményeknek egy jelentős hányadát, és én úgy gondolom, hogy az ő munkájuk most már szinte csak reaktív, tehát az eseményekre reagálnak, kivéve természetesen vannak olyan rendezvények, amire fel tudnak készülni, amire még megvan a kapacitás. Egyébként akkor ön szerint rosszabb a helyzet, mert ugye ezzel kapcsolatban van vita, hogy most elvileg több a felderített bűncselekmény, meg elvileg egyébként kevesebb bűncselekmény is történik, de mondjuk rendőri állomány számát tekintve meg valóban lehetnek hiányosságok. Hogy most rosszabb a helyzet, nekem nem tisztán megítélni országosan, hogy mennyire rosszabb vagy jobb, mert az, hogy most milyen a statisztika, én úgy gondolom, hogy hogy a embereknek a szubjektív biztonságérzete, a szubjektív véleménye az rettenetesen fontos ebben az esetben is. És nem lehet elmenni amellett, hogy most évente egyszer van egy rendőrségi beszámoló, amit a képviselőtestület elfogad. Ennyi. Ez a kötelező. Most nem lehet elmenni amellett, hogy közben mit tapasztal a lakosság. Nem csak Kerepesen, hanem egész országban. És mióta a Facebook olyan extra kommunikációs lehetőséget, illetve információs bázist biztosít mindenki számára, azóta nyilvánvalóvá válik, hogy kevés. Kevés a rendőr, kevés a prevenció, kevés az a intézkedés, amit egyébként szeretne a lakosság, és az, hogy most Kerepes megint
emiatt került be a hírekbe. De hát azért az sajnos tény, és hogy az én reakcióm, hogy miért volt ilyen, sajnos az egy tény, hogy másfél évvel ezelőtt történt egy olyan nemi erőszak kísérlet a Kerepesi Héven, ahol egy kerepesi asszonyt az elkövető, mivel védekezett, összeverte. Az elkövetőt mind a mai napig nem kapták el. Egy évvel ezelőtt szintén történt egy nemi erőszak kísérlet, akkor már a hív megállótól nem olyan messze. Az elkövetőt a rendőrség közvetlenül nem tudta elfogni, polgárőrök ismerték fel, tartották vissza a rendőrség kiérkezéséig. De ilyen szexuális bűncselekmények, ilyen közszemélyem sértés, ez most nem mondom, hogy mindennapos a híven, de nagyon gyakori. Tehát 15-én történt az a konkrét eset, ami elhíresült a médiában, és 16-án egy férfi és egy nő Szilasligettől Magyaródig kinyeztette egymást, és miután a hölgy végzett, a férfi leszállt Magyaródon, aztán Gödöllőig a hölgy még magát kinyeztette. Asszonyok és gyerekek szemláttára. Most éjjel kaptam egy SMS-t egy 15 éves fiatal férfitől, egy sráctól, akit drogozó férfiak vettek körbe, verbálisan fenyegetve érezte magát. A 112-t nem merte felhívni, hanem SMS-t írt. A 112-nek elküldte, hogy mi zajlott a 112 is közötte. Tehát vannak olyan esetek, amire nem tud a rendőrség reagálni, és ilyen nagyon sok van. Mi lehet az oka annak, hogy a híven, csak amit ön felsorolt, egy is szörnyű, de hát ez meg sok eset, hogy az már túl kint van, már túl figyelmen kívül van, ezért egy csomó őrült megtalálja a hívet, vagy hogy alakul ez így ki? Egy olyan környezet, ahol nincs kamera. Én emlékszem kamaszkoromban, amikor felszálltuk a hívre, és jött a kalóz, akkor hogy vigyázz bárt mindenki, és hogy tisztelettel volt felé. Ma már ilyen nincs. És ezek az emberek ketten, hárman, vagy akár egyedül egész nyugodtan tudnak garázdálkodni. Decemberben történt egy olyan eset, hogy egy fiatal srácot két roma férfi verbálisan presszionálva gyakorlatilag kirabolt, elvették a fülhallgatóját. A srác persze megijedt, mert hogy 30 pluszos emberekről volt szó, a srác lehetett olyan 14 éves, és ijegységében még följelentés sem tett a rendőrségen, csak a többi, körülötte lévő többi utas értesítette a 112-t. Nagyon érdekes helyzet volt, az elkövetőket elfogták, viszont nem volt sértett. És az én segítségemet kérte a rendőrség akkor, hogy segítsek megtalálni a kerepesen leszállt fiatal embert, mert hát amíg nincsen sértett, addig a bűncselekmény sincs. Sikerült. Tehát a felhívásomnak köszönhetően meglett a sértett. A mostani videónak a közzétételével mi volt a célja, hogy abszolút elvegye a perverz embereknek a kedvét, hogy kerepesen ilyet csináljanak, vagy hogy megtalálják az elkövetőt, vagy ez egy, mert egyébként vicces volt a zene alatta, de nyilván maga a felvétel meg nem vicces, meg a mögött tönkrement életek vannak, akik azt látják, de hogy mi volt a cél? Gyakorlatilag mindez. Tehát egy kicsit erősebb, gyorsabb, direktebb felderítést kieszközölni ezáltal, igen, felhívni a jelenségre a figyelmet, és igen, elriasztani az ilyen embereket Kerepes környékéről is, hogy már pedig Kerepesen nem lehet csak úgy bűncselekményt elkövetni, mert most ebben az esetben ez a közszemélyes sértés, ez két évig terjedő szabadságvesztésre sújtandó. Na de hát kihallott olyanról, hogy most egy ilyen mutogatós bácsit, aki ebben az esetben egy 20 plusz éves fiatal kismamára csinált, amit csinált. Tehát ilyen embereket nem csukják le. Nagyon sok levelet kaptam, ismerősök átkörte. Ez miért, hogy amikor eljut esetleg bírósági szakaszba, akkor felfüggesztettet kap az ember, vagy nincs tényleges elítélés? Hogy most bírósági szakaszokban hogy történik? Hogy egyáltalán eljut, ha egyáltalán. Tehát általában kiengedik ezek az embereket. Tehát ilyenkor az ember hivatkozik arra, hogy rossz napja volt, rossz gyerekkora volt, rossz a támogat. Ez volt, hogy elborult az agya is. Igen. Frontja volt, és akkor szegény, szerencsétlen, ja Istenem, meg kell érteni. Másik oldalról, hogy azok a lelkileg sérült fiatal asszonyok, anyák mit élnek, vagy esetleg gyerekek,
vagy homoszexuális esetében fiatal fiúkról van szó, tehát ilyen is történik, hogy ezek az emberek mit élnek át, és ez mi marad meg bennük akár egy évtizeddel, vagy két évtizeddel később, ezzel nem foglalkoznak azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy hát ezt meg kell érteni. Most a társadalomnak a reakcióját, vagy ebben az esetben a polgármesternek a reakcióját úgy gondolom, hogy ugyanez a logika alapján szintén meg kell érteni. Tehát, hogyha a jog és a rendőrség, a rendfenntartás nem ad ezekre a helyzetekre megfelelő megelőzési garanciát, illetve egy olyan jogi garanciát, hogy már pedig ezek az emberek igenis minősített esetként vannak kezelve, akkor nincs más eszköz egy városvezetőnek a kezébe, akinek a városába, időzélesen mondom, hangsúlyozom, városába. Tehát másfél év alatt két nem érőszak kísérlet történik, hogy már pedig igen, azt mondom, hogy élére állok, és próbálom képviselni azokat az embereket, akik hasonló helyzetben nincsenek, és nem tudják így hallatni a szavukat. Tervez a jövő, nyilván ne legyen semmi, az a legjobb, de hogyha bármi hasonló incidens történne Kerepesen, akkor hasonló módon járna el? Helyzettől függ. Májusban történt Kerepesen egy tömegverekedés, amit a polisz.hu megosztott, hogy 100 fő ugrott egymásnak egy óvodai ballagást követően. És ez a verekedés, ez nagyon érdekes, tehát aznap este, amikor engem, mint polgármester tájékoztatni kellett volna, engem nem tájékoztattak, másnap jutott a tudomásomra, és rövidesen az is a tudomásomra jutott, hogy az elkövetőket szabadlábra helyezték. Kiengedték, annak ellenére, hogy az összes rendőr a környékről ott volt, kivonult a készenléti rendőrség szétválasztani a dühöngő tömeget, illetve a terrorelhárítási központ egyik műveleti alosztályának kellett az elkövetőket a házból kihozni, mert fegyverrel rendelkeztek, lövöldöztek ki az ablakon a kerítésen keresztül. Tehát én úgy gondolom, ha egy ilyen eset történik, akkor minimum, hogy előzetes letartóztatásba helyezik őket, ez nem történt meg. És ha ilyen esetek vannak, akkor már pedig én úgy gondolom, mindig a városnak a vezető, vagy településnek a vezetőjének kötelessége felemelni a szavát a békés lakosság érdekében, hogy miért nem csukták be azokat az embereket, akik lövöldöznek, éjszaka verekednek, esetleg drogosak, és feltettem a kérdést az ügyésznek, a rendőrségnek, a kétszer egymásra mutogatott, aztán kiderült, hogy a rendőrség nem kérte őrizetbevétel, nem indítványozták az őrizetbevétel, tehát egy olyan katyvasz alakult ki, amire azt mondom, hogy rendben van, egyik hibázott, másik hibázott, nem tudom ki hibázott, nem az én tisztem megítélni. Nem adhatok utasítást se az egyik, se a másik felszernek. Viszont 12 ezer embert képviselve mondhatom azt, hogy ez nem normális, bocsánat, és ha más eszközöm nincs, akkor nyilván a nyilvánosság előtt tudom mondani azt, hogy változtatásra van szükség, hozzáállásba, törvénybe, rendőri intézkedésbe, stb. Ugye a rendőrség a belügyminisztériumhoz tartozik, a belügyminiszter meg a kormánynak a tagja, a Fidesz-KDNP kormánynak a tagja. Az arról, hogy ön ilyen bátran beszél, és nagyon dicséretes, hogy ilyen bátran beszél, nincs az, hogy a Fideszből szól, hogy jó, ezt azért ne feszegessük, ettől kellemetlen az egész. Szerintem az emberek ezt egy kicsit túl gondolják, hogy milyen szintű brutális kontroll vannak a polgármesterek. Engem nem bántott senki. Senki nem bántott. Hát nyilván, ha behívnak a belügyminisztériumba zárt ajtók mögötti beszélgetésre, akkor feltesznek nekem kérdéseket, de sajnos... De akkor gondolom, ön is feltesz kérdéseket, nem? Meg... Hát, hogyne? Tehát én nem magamat képviselem, hanem a város. Természetesen is felteszem a kérdéseket, hogyha... Kistartsi rendőrösen 7 rendőr tudja ellátni az 5 településnek a járőr szolgálatát, akkor az, ha egy 7/24 órás, tehát 7 nap 24 órába szolgálati időt veszünk alapon, akkor ezt mégis hogy lehet megoldani. És igen, tehát vannak olyan nagyon sok eset, nem csak Kerepesen, hanem országosan, ami abból adódóan, hogy a rendőrség létszámhiánya miatt nincsen kellő élőerős kontroll a területek fölött, ezért rejtve maradnak. Sok esetben nem történik rendőrségi feljelentés, mert például egy ilyen szexuális zaklatás esetében még
lehet, hogy úgy érinti a hölgyet, hogy nagyon mélyen, nem akar szembesítéssel részt venni, vagy esetleg részt vett már egy ilyenről is kaptam levelet, hogy az egyik egyetem városban történt, egy mutogatós férfi elkapta a hölgyet, és utána a rendőrségen azonosítani kellett. Ez egy nagyon kellemetlen helyzet volt neki, utána az embernek nem történt különösebb baja, szabadrábra helyezték, hogy miért, nem tudom, nem ismerem a részleteket, és a következő alkalommal a sértett már nem fordul a rendőrséghez, mert nem akarja kitenni magát még egyszer annak, hogy hát ott van az a pervers, bár elnézést, és gyakorlatilag rávigyorog, mert tudja, hogy néhány órán belül szabadlábon lesz, vagy legkésőbb másnap délben. És ez nem jó, nem helyes. Én úgy gondolom, hogy az a jelenlegi jogi szabályozás, ami van, az kevés, mert ez egy olyan nonverbális erőszak, ami legalább annyira megmarad az embereknek az agyába, a sértetetnek az agyában, mint akár egy tetleges erőszak, és amennyiben a törvény ezt egy minősített garázdaságként kezelni, hangsúlyozom, nem vagyok jogász, de próbálok elmenni abba az irányba, hogy azt legyen megoldás. Hogy most még a minősített garázdasághoz képest is alacsonyabb büntetési tétel egy ilyen. Igen. Tehát nem kerülnének azonnal szabadlábra, illetve igen, meg lenne az a lehetőség az, hogy egy ilyen esetben a közösség védelme érdekében a közösség tudjon védekezni, és igenis értem én, hogy személyiségjog. Na de hát az a szerencsétlen 16 éves kislány, akinek ezt el kell szenvednie, neki nincs joga. Őneki nincs joga megismerni azt, hogy esetleg a három sarokkal odébb lévő ember egy ilyen szexuális ragadozó. És akkor szélsőségekben, ha belegondolunk, akkor ismét generálunk gyakorlatilag emiatt a szabályozatlanság meg engedékenység miatt egy bándikata ügyet. Amikor ugye a rendőrségi pszichológust megerőszakolta, megfojtotta az elkövető? Vagy egy soroksári futónő helyzetét? Tehát nekünk felelősségünk van politikusoknak, vezetőknek, hogy megvédjük azokat az ártatlan embereket, akik jogosan néznek ránk, hogy hé, polgármester úr, mit teszel te annak érdekében, hogy az én gyerekem ne érje ilyen atrocitás a hívmegállóban? Egyébként nagyon érdekes volt látni, amikor a felvételt közzétette a kommenteket, hogy nyilván nagyon sokan, szóval ebbe a kérdésben szerintem pártoktól függetlenül társadalmi konszenzus van, hogy az ilyen elkövetőket meg kell büntetni. De azért én még mindig láttam olyan kommenteket, hogy a náci polgármester kiteszi a szegény elkövetőt, és a személyiségi jogait megsérti, és hogy bűncselekmény a válasz, meg ilyen egészen elképesztő kommentokat. Egyfelől az, hogy most náci, ezt azért az ember hagyutasítsa vissza, tehát egyik oldalról az embert nagyon kritikusan minősítik, másik oldalról pedig azért megengednek maguknak olyan a kommunikációt az emberek, ami jó, rendben van, közszereplő vagyok, de azért mégsem helyes. Az meg, hogy egy nagyon komoly közösségellenes bűncselekmény felderítéséhez eredményesen lett használva egy felvétel, amelyen, és egy ismételt csúsztatásra utalnék, nem sérült az elkövetőnek a személyiségi joga, mert maga a tevékenység, illetve az arc is ki lett takarva. Tehát ez azért furcsa. Tehát mi a fontosabb? Tehát döntsük már rá, hogy az a fontosabb, hogy egy embernek egyébként nem sérül a személyiség joga, de sikerül elfogni, vagy az a fontosabb, hogy most akkor ilyet lehet év csinálnia, vagy sem. Az RTL Klub, ezt majd akkor gondolom kivágják. Nem, belefér. Ja, belefér. Szóval akkor az RTL Klubban nyilatkozott egy büntetőjogász, aki azt mondta, hogy ez abszolút nem bűncselekmény, abszolút nincs ebben kivetnivaló, és ő egy egyetemi példát hozott föl, hogy az egyetemen történik egy bűncselekmény, és az egyetem annak érdekében, hogy a bűncselekményt felderítse, illetve a jövőbeli bűncselekményeket visszaszólítsa, megosztja ezt a felvételt, nyilván valamilyen keretek között. Gyakorlatilag én is ezt tettem. És ennek az eredménye lett az, hogy 15-én délben történt az eset, de a rendőrség 16-án délután foglalta le a felvételeket, és 17-én, 5 óra után nem sokkal kaptam üzenetet,
XY-tól, megadta a telefonszámát, hogy hívjuk föl, mert ő 100%-osan felismerte az elkövetőt. És tényleg az volt. És tényleg én ezt a... Még kitakarással is sikerült. Igen, neki. Igen, mert azért valamely, tehát látható volt a mozgása, a ruházata, meg talán, most ezt csak vélelmezem, talán csinált már ilyet a saját szűkebb környezetében. Ezt a üzenetet névvel, telefonszámmal elküldtem a gödöllői nyomozóknak a vezetőjének, és 4 órában később realizáltak. És meg volt az ember. Megbecsületére legyen mondva, nem egyből tette közzé a felvételt, hanem adott ultimátumot is az elkövetőnek, hát, hogy jelentkezzen a rendőrségnél, nyilván lehet, hogy ő nem használta a Facebookot, vagy... Helyben dolgozott kerepesen egy építkezésen, tehát többször megfordult. Az, hogy ne jutott el hozzá az üzlet, nem jutott el hozzá, tudom, hogy eljutott. Azt is tudom, hogy kikkel volt kapcsolatban, és 100%, hogy eljutott hozzá az üzenet. Azt mondom, hogy hála Istennek nem kerepesi lakos. Egy 40-50 kilométer lakik Kerepestől, és ott felismerték. Na, akkor ezt a témát, ezt most itt lezárnánk, és a túlélésnek egy másik aspektusát vennénk elő, és akkor onnan kezdeném, hogy ön hogy látja a jelenleg zajló folyamatokat. Ugye zajlik egy háború, gazdaságilag is elég nehéz a helyzet, és sokan már kérdezgetik tőlünk is, hogy érdemes-e arra felkészülni, hogy egy sokkal nehezebb időszak jön, és akár a túlélésre berendezkedni. Szóval ön hogy látja? Mindenképpen érdemes egy olyan szemléletet elsajátítani, hogy mit csinálunk abban az esetben, ha. Amikor én elkezdtem ezzel a hobbival foglalkozni, az erdei túléléssel, korábban az urbánus túléléssel foglalkoztam, most majd mondhatni 20 évvel ezelőtt, és akkor már voltak olyan jelek, olyan gondolatok, ami alapján konteók, ahogy a emberek mondják, ami alapján azok az emberek, akik hozzám hasonlóan gondolkoztak, elkezdtek felkészülni. Elkezdtek tanulni, elkezdtek tapasztalni. Na most ezek a konteók, amik kb. 10 évvel ezelőtt írtam egy regényt, pont ezzel a mostani jelenlegi összeomlásos dologgal kapcsolatban. Tehát ezek a konteók manapság már komoly szaktekintélyek között munkahipotézissé emelkedtek, és ezek a szaktekintélyek már sokkal világosabb, megalapozottabb, véleményformálóbb logikai lánccal tudják alátámasztani azt, amiről mi ezzel foglalkozó, hosszú idején ezzel foglalkozó emberek már korábban is, amiről már beszéltünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy felelősen gondolkozó családapa, akár nyilván család, de asszonyok is, gondoljanak benne abba, hogy jelenleg milyen helyzetünk van most, milyen külpolitikai helyzet van, mi történt februárban, azóta mivé eszkalálódott a helyzet, nem csak háború, hanem gazdaság tekintetében, milyen borzasztó asszályt tapasztaltunk most, és gondolkodjanak el azon, hogy mit csinálnak abban az esetben, ha, és a ha mögötti szót, vagy űrt, ezt töltsék meg ők tartalommal. És aztán kezdjenek el gondolkodni, kezdjenek el könyveket olvasni, internetet bújni, hogy amennyiben a saját élő környezetükben, lakókörnyezetükben megszűnik egy központi ellátóelem, tehát nem működik az infrastruktúra, nem működik a rendfenntartás, nincs víz, nincs gáz, nincs áram, nem tudja kifizetni, stb., akkor ő ezt a helyzetet hogy tudja megoldani? El lehet játszani azzal a gondolattal is, ha egy olyan helyzet alakulna ki Magyarországon, mint például Ukrajnában, hogy ez a háború, ez egy szélesebb körül lesz, nagy valószínűséggel, igen, akkor mit csinálnak ezek az emberek? Hogy például egy Havanna lakótelepen, a 10. emeleten lakó család, aki úgy el van a kis saját mikrokörnyezetében, azt veszi észre, hogy hoppá, nem jön a víz a csapból. És aztán gondolkodik rajta, hogy jó, egyszer lehúztam a vécét, és akkor mi lesz a második családtaggal? Hogy fog fürdeni, mit fog inni, mit fog enni, hogy fog fűteni? Tehát az ukránoknak most ez egy nagyon húsba vágó probléma lesz, hogy rövidesen jönnek az ordabb időjárási helyzetek, és hogy fogják megoldani a szétbombázott, szétlőtt infrastruktúrájú városokban? Valószínűséggel nagyon nehezen.
Azért örülök, hogy itt van, mert akkor nem csak az erdei túléléssel, hanem az urbánius túléléssel is foglalkozott, de most felsorolt például egy ilyen havanna lakótelepi dilemmát. Erre például, akkor menjünk szerintem végig, tehát nincs víz. Akkor ha a lakótelep tetején élek, akkor költözzek már ki az erdőbe, vagy van erre valami megoldás még a lakótelep tetején is? Hát semmiféleképpen nem javaslom azt, hogy az ember az erdőben próbáljon tapasztalatfelszerelés nélkül túlélni. Nyilván pár napig működik, meg hát most ha vizet talál, akkor nem fog három nap alatt éhen halni, de nem ez a megoldás. Tehát ennél az is sokkal összetettebben lehet gondolkodni. Ha az ember befogadja azt, hogy egy ilyen szélsőséges helyzetben a lakóhelye az egy csapdává változhat, nagyon gyorsan, nagyon, mert ha neki hiánya van valamiben, akkor a környékbelieknek is hiánya van. És onnantól kezdve, igen, amit a filmben látunk, az nagyon gyorsan elharapózhat, az erőszak, amire szerintem egy átlag ember, egy normális környezetben szocializálódott ember nincsen feltétlenül. Ez a vadászat a túlélésért, és mindenki betör, küzd azért, hogy az erősebb túlélje. Az erősebb eszik, az erősebb iszik. És ha befogadjuk, hogy egy ilyen helyzetben már pedig ez fog történni, akkor egy felelősen gondolkodó családfő összerakja magába azt, hogy mit csinál, elmegy otthonról, megvédi magát, készletezik, vagy elmegy a nagymamához, keresztapához, telekre, mert ez lehet egy ilyen havanna lakótelepes, tizedik emeleti lakás esetében talán a megoldás, mikor fontos, az ember mondom, nem látja a végét. Gyakorlatilag Ukrajnában is azt láttuk, hogy ott az elején azért még volt lehetőség arra, hogy elmeneküljenek. Sokan meg is tették, de sokan nem. És látni, hogy még most is nagyon sok menekült érkezik, csak már sokkal nagyobb áron, sokkal nagyobb sérelmekkel. Hogy például egy lakótelepen élő ember esetében azt javasolja, hogy ha látja, hogy közel a baj, ha már reálisan is tényleg úgy tűnik, és szerintem most még itt nem tartunk, akkor érdemes összeszedni a családot és elmenni vidékre, vagy valami biztonságos helyre, tehát nem a lakótelepen kéne azt az időszakot már megvárni? Én úgy gondolom, hogy a konfliktus elkerülése az, ami a legfontosabb. Mert a konfliktus nem biztos, hogy az ember úgy fogja tudni lekezelni. Eszközhiány, képzettséghiány, idegi felkészületlenség miatt, ahogy ő egyébként ezt a fotelból kitalálta magának nyuszis papusban, amikor nézte a Walking Dead-et. Tehát a valóság az nagyon orba tudja verni az embert, és lehet, hogy néhány másodperc alatt is pusztítja. És ha ezt a gondolatot az ilyen esetben magunkévá tesszük, akkor igen, el kell fogadni azt, hogy hát nem vagyunk olyan képzett emberek, nem vagyunk halhatatlanok, hogy ezt 100%-osan biztonsággal le tudjuk kezelni. Tehát a legfontosabb szerintem elkerülni a konfliktust, legvégső esetben konfrontálódni, viszont ha muszáj konfrontálódni, akkor nincs mese, akkor az ember az életét, a családját védi. Visszatérve azokra, akik városokban laknak, hogy tudom, hogy az a legjobb, hogy elmenni, de aki ezt esetleg nem teheti meg, hogy otthon, ha tényleg egy társasházban lakunk, akkor vannak olyan dolgok, amit érdemes beszerezni, érdemes rá odafigyelni, összegyűjteni, ami esetleg segíthet túlélni a dolgokat? Hogyne, rengeteg ilyen összeállított csomag létezik, mert erre a hobbira, erre az igényre, erre a úgynevezett prepper szemléletre üzletet építettek, a világszintű piaca van ezeknek a termékeknek, akár a készételeknek, a konzerveknek, ilyen-olyan, amolyan prepper felszerelés a rádiotechnikától a késekig, legális önvédelmi eszközökön keresztül a hátizsák, a bakancs, tehát ez egy óriási, óriási téma. Én azt javaslom az ilyen irányba gondolkodó embereknek, hogy keressék fel az interneten azokat a csoportokat, ahol onnan információt meríthetnek. Az első anyag, ami erről így prepper szinten készült, az argentin válság idején egy Fernando nevű orvos írta, ugye ott egy gazdasági összeomlás történt, és egy pillanat alatt úgy elharapozott az erőszak, hogy hát sok ember meghalt, maga alá temette a társadalmat, aztán helyreállt a rend, na de addig, amíg ezt az egészet átvészeli, addig mit csinál az ember?
Nem túl nagy lélegzetű olvasmány, tehát nem egy hosszú dolog, én javaslom elolvasni, hogy egy empirikus alapon megfogalmazott anyagból merítsen gondolatokat a kezdő érdeklődő, és utána a rengeteg internetes forrásból próbálom táplálkozni, akár könyvekből. Jelenleg még ugye ér valamit a pénz, az elektronikus jel, lehet vásárolni, be lehet hozatni, akár külföldről is olyan eszközöket, felszereléseket, amire rá lehet építeni egy rendkívüli helyzetet, mert most, ahogy itt ülünk a stúdióban, önön is van egy cipő, rajtam is van egy cipő, de én például ebbe a cipőbe igen problémásan tudnék hazajutni Kerepesre. Most önnek hasonló problémája lenne, gondolom nem itt lakik a környéken, tehát ezek olyan alap dolgok, amire az átlagember, ha nem tapasztalta, meg nem is gondol, hogy még az sem mindegy, hogy milyen zoknit vesz föl, milyen hátizsákot. Persze, ha nincs más, akkor az ember abból főz, ami van. Viszont ha van ideje felkészülni, és reálisan átgondolni a dolgot, akkor igen. Ugye most még talán ez a felkészülési időszak van, csak ugye nem említette a Conteo szót, és egy kicsit azt tapasztalom, hogyha valaki élelmiszert vásárol, vagy felkészül ilyen helyzetekre, akkor azt mondják, hogy ilyen fundamentalista összeesküvés elmélet hívő, akinek teljesen elmentek otthonról. Mi az, ami egészséges, és ami, tehát hogy vannak-e olyan dolgok, amit talán tényleg érdemes otthon tartani, ez a jobb félni, mint megijedni alapon, úgy, hogy az még nem venjen át egy ilyen nagyon szélsőséges verzióban, mert én is láttam olyat, aki tényleg túltolta, és mondjuk úgy nézett ki az otthona, mint valami katonai bunker. Talán a világháború után a nagymamáinknak a spejz, az éléskamrája, az ő gondolkodásuk az, ami úgy egy ilyen egészséges középút, egy olyan realitás, amit szerintem senki számára nem szégyelhető. Tehát ha az ember egy évszakra, egy teljes évszakra előre rendelkezik élelmiszerrel, az úgy gondolom, hogy egy vállalható dolog, mert hát ez ugye megvolt az ősénik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ne egy kiló liszt legyen otthon, hanem pár tízzel több, meg tehát, hogy mindenből tartsunk igen, otthon többet. Van. Tehát amiből az ember tud, és nyilván nem egy olyan kulináris élményt előállítani, ami ugye az éttermekben megvan, de úgy tudjon magának főzni, meg tudja sütni a húst, akár tudjon tartósítani. Ez szerintem egy olyan egészséges határvonal, ami bárki számára vállalható. Ugye azért nehéz ebbe belegondolni, mert Covid alatt volt némi pánikvásárlás, aztán egy idő után felkelt a nap, és továbbra is volt élelmiszer, viszont azért látjuk a híreket a ellátási láncok akadozásában, vagy hogy egész hajók nem futnak ki a kikötőkből, hogy például ez az élelmiszer, ugye ez egész komoly tud lenni, hogyha egyszer valami beakad, úgy a valóságban. Az emberek nem is gondolják, hogy mennyire komoly tud lenni. Tehát egy hét múlva olyan elképesztő helyzet tud kialakulni a jelenleg még békés környezetben, hogy bele sem gondolnak. Mert azt hiszik észre, hogy egyik pillanatra a másikra megrohanják a boltokat, mindenki vásárol, amennyit tud, és utána nincs utánpótlás. És a következő helyzet az lesz, hogy mikor az ember egy családfő nézi, hogy éhezik a gyereke, sír a kisfia, úgy lesz vele, hogy valahogy megoldja. Mert a gyerek az első. A legkisebb szerveződési egységünket, a családot próbáljuk ilyen esetben védeni, és ez egy teljesen természetes velejárója szerintem az emberi gondolkodásnak, amikor egy ilyen vészhelyzetben a családfő azt a fundamentális kötelességét próbálja teljesíteni, hogy megvédem a családomat. És ilyenkor igen, felülírja a jogot, felülír mindent, a legfontosabb, hogy a gyereknek adjak enni. Most ez szélsőség, de nyilván arról beszélünk. Beszéltünk arról, hogy város vagy vidék, és itt viszont az áru szempontjából szintén egy érdekes kérdés, hogy akkor városban, ahol még van talán bolt meg áru, vagy vidéken lehet jobban túlélni egy válságidőszakot? Én úgy gondolom, hogy vidéken. Vidéken van meg az a lehetőség, meg az a szemlélet, hogy az ember saját maga egy kicsit is önellátásra tudjon berendezkedni, de ha csak a szükségleteink végzésére gondolunk, egy lakótelepi lakásban nincs alternatíva, hogy az ember hogy tudja megoldani a végterméknek a eltüntetését. Most egy kertes házban elég gyorsan összeeszkábal az ember a kert végében egy olyan kis mellékhelységet, amiben
meg tudja oldani. Most a lakótelepkörben mi a realitás? Fogják az 5 literes befőttes üveget, vagy valami műanyag edényt, ember elvégzi a dolgát, nem fog egy légtérben lenni a végtermékkel, és akkor elindulnak a... illegális trágyalerakások. No, de szépen megfogalmazta. Igen, az illegális trágyalerakások. És akkor gyűlik a trágya, aztán ha jó meleg van, akkor kialakul egy fertőzés helyzet, és egy olyan járvány gócpont kellős közepén találhatja magát az ember, amit utána nem fog tudni lekezelni. Ja, hogy beszél, úgy látom, hogy a víz az egy ilyen kulcskérdés, hiszen ugye nyilván azt isszuk meg, az a legfontosabb, de hogy ezen túl is a tisztálkodás, pont a csatornázás kérdése miatt, ön hogy látja, mennyire kerülhet veszélybe a vízállomány, mert ugye most mindig a gázról meg az áramról beszélünk, a vízről viszonylag kevesebbet. Hát nyilván kettő vonalban tudok most gondolkodni. Az egyik egy mesterséges terrorcselekmény esetén blokkolható a vízellátásunk, és ez több helyen elég könnyen, időzélesen mondom, könnyen megvalósítható, akár a szennyvízhálózatnak a blokkolásával, mert hogyha nem tud lefolyni a szennyvíz, akkor nyilván a utánpótlás vizet azt le kell zárni, és akkor egy olyan helyzet alakulhat ki, ami már felkészülésre adhat okot. A másik a jelenleg tapasztalható globális felmelegedés, ez sajnos tény. Sajnos tény, ezzel foglalkoznunk kell. Szerintem túljutottunk azon a ponton, ahol ez már az emberiség mostani tudásával megállítható. Nem szeretnék senkit megijeszteni, nyilván ez az én saját szubjektív véleményem. Az utolsó utáni órában vagy percben vagyunk, és az, hogy a következő évtizedünk milyen lesz, szerintem nem ebbe a világban fogunk élni, mint amit most megszoktunk, és nyilván a víz miatt, a vízhiány, a túlzott víz megjelenése miatt, mert egy olyan komoly változásban vagyunk benne, ami rengeteg jelen pillanatban kalkulálhatatlan, extra erőszakos helyzetet eredményezhet. Stumpf Bíró Balázs összeomláskutató volt itt nálunk néhány héttel ezelőtt, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag az már nem is kérdés, hogy ezek a negatív tendenciák megvalósulnak, az ember itt már csak alkalmazkodni tud ehhez, és nyilván itt az alkalmazkodás, ugye a mély alkalmazkodásról beszél például, de hogy ön is így látja, hogy vannak már visszafordíthatatlan folyamatok, és inkább az alkalmazkodásra kell hangsúlyt fektetnünk, vagy azért ön bizakodóbb is azt mondja, hogy vissza lehet fordítani folyamatokat. Abszolút egyetértek. Szerintem is visszafordíthatatlan a folyamat. Szerintem is egy olyan változásnak a elején vagyunk, amihez először a társadalmunk a technikai lehetőségeinket viszi harcba, és próbáljuk tompítani a helyzeteket. Ez egy idő után nem lesz elég. És egy idő után csak alkalmazkodni fogunk, és egy idő után nem társadalmilag fogunk tudni alkalmazkodni, nem sajnos az egyén. Tehát minél kisebb társadalmak fognak, minél kisebb, vagy egyre kisebb mikroközösségek fognak tudni eredményesen alkalmazkodni, mert a nagyobb szerveződési egységek pont a létszámukból adódóan és a domborzati meg a éghajlati különbözőségből adódóan nem fognak tudni úgy egységként, társadalomként alkalmazkodni, mint ahogy jelen pillanatban, még a technikának köszönhetően tudunk. Ugye a szomszédunkban háború zajlik, és ön is utalt arra, hogy ez a háború nagyon könnyen kiterjedhet. Most nyilván, hogyha a nukleáris csapás van, az egy külön téma, talán majd a beszélgetés végén erről is ejthetünk pár szót, de ha azt modelleznénk, hogy ugyanaz lenne Magyarországon, mint Ukrajnában, tehát fölöttünk repülők, időnként csapatok, támadások, akkor arra egy magyar ember például hogy tud felkészülni, és egyáltalán mi a teendő? Menjünk el minél messzebb valahova, ahol még nincs háború? Vagy próbáljunk meg itt védekezésre felkészülni? Attól függ, hogy milyen beállítottságok vagyunk. Ugye nagyon sok ukrán rendszámú autót látunk mostanában Magyarországon, fiatal életerős férfiak, akik úgy gondolnánk, hogy talán harcolniuk kellene, azok itt vannak, elmenekültek. Tehát van egyfajta megközelítése annak, hogyha háború tör ki, akkor most az ember harcol a hazájáért, tehát Magyarországért, vagy inkább védi az életét, a családját, és akkor megvan neki a lehetőség, hogy elhagyja az országot, és elmegy.
Ez az egyik. A másik, ha harcol a hazájáért, akkor nincs kérdés, akkor a honvédség keretein belül megszervezik az ellátását, felszerelik, és akkor bevetik, aztán ha sikerül neki, akkor túléli, hanem nem. És akkor van az a vonal, aki nem tudja elhagyni a hazáját, és akkor szeretne a gyakorlatilag bujdokolva, akár partizán vonalon, akár csak úgy elhatárolja magát a konfliktustól, fennmaradni, lehetőleg legkevésbé érintvén a lakott környezetet. Most a mostani technikai lehetőségek ugye tehát adja magát, hogy éjjellátóval, hőkamerával ezeket az embereket elég gyorsan összeszedik. Így történik Ukrajnában is, tehát akik elkezdenek bujdogolni, azokat megtalálják, mert olyan extra felszereléseket biztosított számukra a nyugat, hogy gyakorlatilag meg tudják találni. Aztán, hogy milyenkor a helyes, hogy az ember az országért harcol, vagy védi az életét, hát ezt mindenki eldönti saját maga. Én nem mondhatom azt, hogy én az országért harcolnék, mert és akkor ezt tartom helyesnek, mert más ez kicsit máshogy gondolja, hogy neki az élete és a családja sokkal fontosabb. Meg nagyon sokszor az is kérdés, hogy az országért, vagy a politikai vezetésért harcol valaki, nem? Tehát, hogy például az ukrán háborúban is még ez sem mindig egyértelmű, hogy akkor ez a háború már rég véget érhetett volna, vagy hogy tehát, és hogy ez valóban egy honvédő háború, tehát nagyon sokszor ezek is dilemmák, én azt látom. Hú, polgármesterként ilyen csúnya dolgot mondani, de hát ez a véleményem. Én úgy gondolom, hogy az USA és a szövetségesei proxy háborút folytatta Ukrajnában, tehát gyakorlatilag az ukránok vérével vívja azt a háborút az Oroszország, illetve hát a BRICS-szel szembe, ami már ez egy tervezett dolog volt. Az, hogy egy provokációval egy olyan helyzettel indult, ugye most már tudjuk mindannyian, hogy 14-ben volt egy olyan erőszakos pucs, az Euromajdan pucs, ami az akkori legitim kormány és akkori miniszterelnök elüldözésével járt, ez tény. Azóta jönnek a bábkormányok egymás után, az, hogy a Ukrajnának a hatalmas mezőgazdasági területeit most mennyire vásárolták föl, vagy sem, ezt erről is szólnak híradások, viszont az tény, hogy az egyébként nem kicsi ukrán hadsereget olyan professzionálisan fegyverezték föl annak érdekében, hogy az orosz hadsereggel tudjon gyakorlatilag az USA egy eredményes háborút folytatni, ez sajnos tény, ez már politikai kérdés. És a ukrán katonáknak úgy tudom, hogy nagyon sok választása nincs is, tehát aki ott maradt, az most vagy harcol, vagy meghal. Saját vezetői keze által akár ilyen hírt is lehet hallani. Na akkor most beszéljünk a nukleáris támadás esetén történő teendőkről, mert én azt látom, hogy akár Szlovákiában, akár Romániában erre oktatják a lakosságot, meg jó tablettát osztogatnak nekik. De akkor a jó tabletta az egy ilyen mellékes dolog ebben a történetben, tehát hogy például hova kell elbújni, vagy mit lehet csinálni ezekben a helyzetekben, ha azt olvassuk a hírekben, hogy most nem sokára taktikai atom fog valahol robbanni. Hát, hogy ezt olvassuk a hírekben, szerintem ennek nagy realitása nincs, max csak úgy találgatnak az emberek, mert hogy annak sok esélyét nem látom, hogy a hírnek a birtokában lévő ember gyorsabban jusson a hír birtokában, mint hogy a maga a rakéta becsapódjon. Tehát akkor nem azt feltételező, hogy majd előre szólnak, hogy itt és itt, ekkor és ekkor taktikai atomotról. Nyilván nem ez fog megtörténni. Pont egy katasztrófa védelmi teszt kapcsán volt egy olyan tapasztalatunk, hogy a kültöleteken lévő szirénáknak a tesztelésekor előjött az, hogy hát van egy jelzés, be kell kapcsolni a szirénát. Na de lesz-e az embernek elegendő ideje bekapcsolni a szirénát ahhoz, hogy a lakosságot kellő időbe tudja riasztani. És nekem akkor az volt a véleményem, hogy mivel helyben kellett ezeket a szirénákat leginkább bekapcsolni,
Az volt a véleményem, hogy sok esélyt nem látok arra, hogy a Pista bácsi a biciklivel legyorsulja a Stinger lakétát. Tehát ha nincs emögött egy komoly elektronikai háttér, akkor ez az egész jelzőrendszer lehet, hogy Budapesten működik, de a kisebb településeken annyira már nem. Hogy erről szerzünk-e tudomást, vagy sem? Én úgy gondolom, hogy ha célpont vagyunk, akkor gyakorlatilag majd mindegy. Több ilyen program van, amivel tudja az ember animálni, hogy bizonyos tölteteknek milyen hatósugara van, hol rombolnak, hol csak a sugárzással kell foglalkozni, és akkor az ember be tudja állítani, hogy amit használtak a 60-as években, vagy az oroszoknak a cárbombája, vagy most éppen aktuálisan nem tudom, milyen típusú bombák vannak. Tehát, hogy látható, hogy ha becsapódik Budapestbe, akkor mekkora területen pusztít. Hát ez már olyan, hogy az ember az interneten eljátszogat. Valódi gyakorlati tapasztalatunk mostanság nincs erről, hát reménykedik. Na és végezetül egy utolsó kérdés, hogyha a hallgatóink úgy érzik, hogy szeretnék fejleszteni a tudásukat ezen a területen, vagy hogy tényleg fel akarnak készülni a jövőre, akkor ugye már említett argentin forrás, de hogy vannak-e olyan akár könyvek, akár YouTube csatornák, bármit mondhat, amin keresztül érdemes tájékozódni, meg érdemes egy kicsit jobban felkészülni? Hogyne, nagyon sok ilyen csatorna van, akár YouTube, akár Facebook oldal, vagy közvetlen weboldal, amin lehet tájékozódni, akár még webshop is van rajta, lehet beszerezni eszközöket. Tehát milyen kulcsszavakat érdemes beírni ilyenkor, hogy rátaláljanak? De mondhat konkrétat is egyébként. Hát már 2,5 éve nem vagyok nagyon mélyen benne a témában, tehát nem tudom, most a kerepesi héven küzd. Igen, kerepesen küzdök. Bushcraft, prepper, túlélés, ezeket kell megnézni, és akkor talán az ember magának olyan forrást, ami számára elfogadható, és olyan csoportot, akik szimpatikusak számára, mert nagyon fontos, nem elég elolvasni, el kell menni egy közösségbe, eszmecserét folytatni, gyakorlatban megtapasztalni, akár kint az erdőben túlélési praktikákat, mert a tapasztalat az, ami az önbizalmat adja, nem az, hogy megnézzük a tévén vagy a monitoron keresztül. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és a kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. A szerkesztő Tóth Szente Lili nevében is viszont hallásra. Köszönöm szépen.